rock és a metal zene kedvelői már kora délután megkezdhették a tombolást a 26. Fezen pénteki napján. A Fehérvár színpadon az Omega Die Tribe és a Cadaveres Essentia táncoltatta meg a rajongóit. De sokan várakoztak a nagy meleg ellenére a nagy színpadnál is, hogy az első sorból élvezhessék a Well Hello, Azaria és Majka esti koncertjét, aki pedig még pihent volna az esti bulik előtt, azok barátaikkal a fák árnyékába hűsöltek a szervezők az idei évben több díszlettel, pihenője helyjel készültek a fesztiválozóknak, valamint a délután folyamán lehetőség volt csocsóra különféle labdajátékokra is. A megkérdezettek között akart olyan, aki kihasználja a nyár utolsó hónapját, Gulás Csanád számára a fesztivál egy igazi kikapcsolódás. Meg kell tolni, már úgyis mindjárt nyár vége van, szóval muszáj valamit csinálni, hogy a melóból egy kicsit föl. Egy igazi felüdülés ez a Fezen Fesztivál. A kisvárosokat célzó fejlesztési programokra van szükség, hangsúlyozta a területfejlesztési miniszter a Szabolcs napok megnyitóján, Puszta Szabolcs városá nyilvánításának 15. évfordulóján. Navracsics Tibor szerint erre azért van szükség, mert az utóbbi években a kisvárosok kissé háttérbe szorultak a források elosztásánál, és ezt orvosolni kell a következő években. Mint a miniszter elmondta, manapság a városi cím megszerzése nem jár automatikusan több forrással, hiszen a megyei jogú városok a Modern Városok programban, az 5000 fő alatti községek pedig a Magyar Falu programban meglehetősen sok pénzt kaptak fejlesztésekre az utóbbi években, míg a kisvárosokra mintha kevesebb figyelem jutott volna. Abban bízunk, hogy olyan komplex fejlesztési terveket tudunk kidolgozni az elkövetkező évek során, amelyek kisvárosok számára is érezhető segítséget nyújtanak, hiszen a legtöbb esetben is Puszta Szabolcs esetében is erről van szó. Egy város szolgáltatásai kisugárzása nem csak a közigazgatási határaig terjed, hanem azon túl is, a környező településekre is. Ebből adódóan az államnak, a kormánynak, amikor fejlesztési terveket dolgozik, akkor oda kell figyelni, hogy tudjunk segítséget adni azoknak a kisvárosoknak, amelyek a közigazgatási határain túli kisugárzása. Sugárzással is rendelkeznek, ez a helyzet Puszta Szabolcssal is. Jövő péntekig lehet pályázni az önkormányzatnál az idei civil napon való részvételre és az azzal összefüggő költségek támogatására. A határidő augusztus 4-e péntek. A találkozónak kettős célja van, egyrészt, hogy közelebb hozza a lakossághoz a civil szervezeteket, és utóbbiakat megismertesse egymással. A résztvevőket pályázattal segíti az önkormányzat. Azokat a költségeket próbáljuk támogatni, amelyek itt felmerülnek a civil nap szervezése kapcsán a szervezeteknél. Tehát ez a pályázat idén is kiírásra került, egy nagyon picit előrébb jött, úgyhogy ez jövő hét péntek, 2023. augusztus 4-e. Mindenkit arra buzdítok, hogyha szeretne azzal élni, hogy a forrásokat tudjunk biztosítani egy picit ehhez a civil naphoz, akkor 2023. augusztus 4-ig a pályázatát adja be az önkormányzathoz a szokott módon. Az Alba Régia Jazz Fest elődje, a Videoton Interjazz Fesztivál már 1967-ben igényes zenei élményt nyújtott a fehérváriaknak. A fesztivál évtizedeken átnyúló történetében 2014-ben kezdődött új fejezet, amikor Mics Gergő és Vörös Tamás újra álmodta a rendezvényt. A város támogatásával azóta is idén zsinórban 10-szer rendezik meg. Péntektől a Bartók Béla téren ismét remek koncertek várják ingyenesen az érdeklődőket. A rendezvényhez pedig immár 6. éve egy mini gasztrofesztivál is kapcsolódik, vagyis étellel, itallal élvezheti a stilárisan sokszínű zenei kínálatot a közönség. A legfontosabb dolog, amit az ászlónkra tűztünk már az elején, az a stiláris nyitottság. Tehát semmiképpen nem szerettünk volna egy ilyen elitista, nagyon-nagyon zárt, szűkkörnek szóló dolgot, hanem miután azt a megállapítást mind a ketten magunkénak tudjuk, hogy a jazz sokat vesztett az elmúlt évtizedekben a közönségéből, ezért szeretnénk meggyőzni a fiatalokat vagy olyan generációkat, akik esetleg eltávolodtak ettől a műfajtól, hogy nem kellett egyáltalán félni, mert hogy helyenként tömegeket is osztottak a jazz szóval. Hanem legyen benne bizalmuk, igen, ki kell nyitni a fület, meg kell egy kicsi háttértudás ahhoz, hogy az ember értse, hogy mi történik a színpadon, de egyáltalán nem félelmetes ez, és aztán éppen ezért van, hogy nagyon sokféle stílus képviselteti magát a fesztiválunkon minden évben. Női kézilabda felkészülési torna zajlott az elmúlt napokban a Köfém sportcsarnokban. Három nagyszerű és eseménydús napon vagyunk túl a Collagenius kupán, ahol végül Japán veretlenül lett kupagyőztes. A záró mérkőzést az ázsiai ország válogatottja 32-19 arányban nyerte meg az Albafehérvár ellen, így a fehérvári házigazda csapat harmadik helyen végzett. Az utolsó játéknap másik mérkőzésén a Budaörs és a Metzingen vívott jó íromú izgalmas meccset egymással, ahol végig szoros volt az eredmény, végül a német csapat 25-23-ra nyert és második lett a tornán. A legjobb kapusnak az Albafehérvár hálóőrét, Tóth Nikolettet választották meg. Úgy gondolom, hogy a torna folyamán
hullámvölgyben voltunk sokszor, tehát volt jó oldalunk, volt rossz oldalunk, még keressük önmagunkat, nyilván vannak új játékosaink is, és össze kell kovácsolódnunk még a nyári szünet után, de azt tudom mondani, hogy felkészülés szempontjából ez tökéletes volt ez a torna számunkra. Összességében, hogyha nézzük ezt a tornát, azt mondom, hogy a Budaörsi nagyon jó mérkőzés játszottunk, a Messingerre nagyon jó mérkőzés játszottunk, és a harmadik nap már az, hogy 20 perc után lehet, hogy egy kicsit már sok volt. Tudom, többen is vannak, és tudom, hogy másoknak is sok volt, de mindenki másképp dolgozunk.